Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Pilis TV választási műsorát látják. A következő műsorblokkban a Pilis-Szentiváni képviselőjelöltek bemutatkozását nézhetik meg. A Pilis TV minden jelöltnek felajánlotta a bemutatkozás lehetőségét. Önök azokat láthatják a képernyőn, akik éltek ezzel a lehetőséggel. A felvételeket a helyi választási bizottság sorsolása szerinti sorrendben vetítjük. Tartsanak velünk! Arra kérem, mutatkozzon be a nézőknek. Sok szeretettel köszöntöm a Pilis Televízió nézőit. Rihal Merik vagyok, független képviselőjelölt. 1993. március 22-én születtem, egy Pilis-Szentiváni sváb származású család harmadik gyermekeként. A Pilis-Vörösvári Friedrich Schiller gimnáziumba jártam, majd a budapesti Corvinus Egyetemen környezetgazdálkodási agrármérnökként szereztem diplomát. A tanulmányaim után rögtön itt helyben, Pilisvörösváron kezdtem el dolgozni az UBM csoportnál, ami Magyarország egyik legnagyobb fehérje gabona, illetve takarmánykereskedő és takarmánygyártó vállalata. Tanulmányaim alatt németből felső, angolból pedig középfokú nyelvvizsgákat szereztem. Néhány szót szeretnék mondani még az eddigi közéleti szerepvállalásaimról. Közel 10 éve vagyok tagja a Pilis-Szentiváni Német Nemzetiségi Táncsoportnak. 2014 óta a Német Nemzetiségi Önkormányzatban is képviselőként dolgozom. Úgy gondolom, az elmúlt években nagyon sikerült hozzájárulnunk a falu kulturális életének a színesítéséhez, illetve az oktatási intézményeket és a nemzetiségi civil csoportokat is sikerült jelentősen támogatnunk, és amire talán így a legbüszkébbek lehetünk, a képviselőtársaimmal közösen sikerült megvalósítanunk az ország egyik első német nemzetiségi tanösvényét, amit 3 év alatt közel 2500 látogató keresett fel. Emellett 2017-től sikerült bekapcsolódnom a települési önkormányzat munkájába is. A kulturális és oktatási, illetve ifjúsági bizottság kültagjaként dolgoztam eddig. Emellett Pilisvörösváron egy 80 fős egyesületet, a Verisvárer Heimatwerket vezetem, és most ősztől az Országos Német Önkormányzat képviselője is leszek. Miért szeretne képviselő lenni? Azt gondolom, hogy fiatal korom ellenére egy nagyon erős felelősségtudattal, és hogy úgy mondjam, felelősségvállalási hajlandósággal is rendelkezem a közösségeinket érintően. Ideértve természetesen Pilis-Szentiván egészét is. És éppen ezért hosszú ideje próbálok aktív résztvevője lenni a helyi közéletnek. Egyaránt fontos számomra a településünk múltja, jelene és jövője, de nyilván ezek közül a jövőnk az, amire a legnagyobb ráhatásunk van, és szeretnék én is, mint nem csak mint vélemény alkotó, hanem mint döntéshozó is részt venni ebbe a folyamatba, annak érdekében, hogy egy olyan Pilis-Szentiván létrehozásán vagy fejlesztésén szeretnék dolgozni, ami egyszerre képes a 21. század kívánalmainak megfelelni, és emellett megtartani a hagyományos, színes, közösségi jellegét. Mi teszi önt alkalmassá erre a munkára? Azt gondolom, hogy az önkormányzatiság területén szerzett eddigi tapasztalataim, a közösségek és a szülőfalum iránti elhivatottságom, és talán a fiatalos lendületem, ami ehhez leginkább, ami erre a munkára engem leginkább alkalmassá tesz.
Mely területen szeretne dolgozni, miben tudná segíteni a képviselőtestület munkáját? Az, hogy ki pontosan milyen területen fog dolgozni, azt majd csak az új testület pontos ismeretében tudjuk meghatározni, illetve lesz majd meghatározható. De tőlem úgy gondolom sok terület nem áll távol. Pénzügyi és gazdasági területek szerintem ezek a legfontosabbak, hiszen munkám során is jelentősen vagy döntően ilyen területen dolgozom. Nagyon fontos, hogy itt a stabilitást a továbbiakban is fenntartsuk, hiszen ez a fejlődési lehetőségünk záloga. Másik fontos terület a községi intézmények folyamatos fejlesztése, illetve nagyon fontos még, hogy a civil csoportjainkat is megfelelőképpen támogassuk, hiszen az ő számosságuk és a színességük alakítja Szent Iván életét. Fontos terület szerintem még a tájékoztatásnak a hatékonyságának a növelése, a fiatalok bevonása Szent Iván vérkeringésébe, a szociális ellátórendszer szolgáltatásainak a fejlesztése, kibővítése. Emellett fontos szerintem a cserekapcsolat, partnerkapcsolatunk fenntartása Mártlajgáztal, esetleg a még kihasználatlan lehetőségek feltérképezése, és hát élnünk kell a meglévő lehetőségeinkkel, úgyhogy azt gondolom, ez itt is lehetne még mit elvégezni, és szeretnék a nemzetiség, német nemzetiség számára is nagyobb befolyást elérni a munkában, és kérem szépen, hogy október 13-án támogassanak meg tisztelő bizalmukkal. Köszönjük szépen! Akkor arra kérem, mutatkozzon be a nézőknek. Hát, kedves tévénézők, Brantober Ádám vagyok Pili Szent Ivánról, 54 éves. És mielőtt bemutatkoznék, egy rövid történetet szeretnék elmondani a saját magánéletemről. Felteszik nekem nagyon sokan a kérdést, hogy voltak éppen miért vagyok ennyire elkötelezett a falummal szemben. Ez sokan elmondanak mindenféle történetet, nekem van egy rövid történetem ezzel kapcsolatban. 1979 és 82 között a szüleim révén kikerültem én Berlinbe. És utána 1982-től 87-ben vagy 87-ig szintén Németországban végeztem a tanulmányaimat, erdőmérnöki egyetemen, utána meg két évet dolgoztam Heidelbergbe, ahol a Pirisi Parkerdőnek a német vállalkozását vezettem. Mindig megkérdezték tőlem különböző helyeken Németországban, hogy miért nem maradok kint. Ígértek nekem pénzt, paripát, különböző hatalmas fizetéseket, doktori disszertációkat, meg mindent, de én azt mondtam, hogy én ezt nem vállalom el, hanem mindenféleképpen haza szerettem volna jönni Pili Szent Ivánra, szeretett szülőfalumba, és visszautasítottam a kérését, a kérésüket. Ennyit röviden, hogy miért vagyok ennyire elkötelezve Szent Ivánról, Szent Iván fele, ez már gyerekkorban eldőlt. Tehát, hogy én a saját falomat szerettem volna szolgálni, és szerintem szolgálom most is. 2006-ban jelöltettem magam elsőnek képviselőnek, akkor utána bekerültem. 2010 és 2016 között a pénzügyi bizottság elnöke voltam Pili Szent Ivánon, és 2016-tól a mai napig alpolgármesterként szolgálom a falut. Ugye felvetődik az a kérdés, hogy mik a céljaim. És én 2006 óta mindig ugyanazt a három pillért szoktam nevezni, amit most szeretném veletek megosztani. Az egyik legfontosabb alappillér Pili Szent Iván tekintetében a kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet. Tehát én mindig annak a híve voltam, hogy addig nyújtozzunk, ameddig a takarónk ér, és hogy Szent Iván jelen pillanatban kiegyensúlyozott, stabil és kimért költségvetéssel rendelkezik, az nagyban függ attól is, hogy a jelen pillanatban meg a múltban működő képviselőtestület milyen formában tudta ezt létrehozni. Szerintem jó formában. Tehát továbbra is fontos dolog, hogy a falu kimért fenntartható fejlődését tudjuk biztosítani. Erre a pénzügyi alapok jelen pillanatban rendelkezésünkre állnak. A községünkben, tehát az önkormányzatnál nagyon erős
a pénzügyi vonal, a pénzügyi osztály vigyáznak a pénzre, és a képviselőtestület is eddig ugyanezt tette. A másik fontos dolog, ott inkább kicsit máshol kezdenek, Gárdonyi Gézának van egy mondása, amikor az Egri csillagokban azt mondta, hogy a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében. Tehát a másik nagyon fontos dolog, amiért Pilis Szent Iván, az a civil szervezeteknek a sokfélesége, a civil szervezeteknek az ereje, a rendezvényeknek a sokasága, és ezt az erőt kell igazán nekünk fenntartani, mert tehát az ebben történt beruházások mutatják meg igazából a falu erejét. És ez az igazi beruházás, ami hosszú távra vonatkozik. Így tudnak a fiatalok beépülni a község életébe, a község munkájába, és így érzik magukat Pilis Szent Ivánnak, saját magunk kis falvának. A harmadik fontos pillér, amit 2006 óta mondok, hogy Pilis Szent Iván együtt él, együtt lélegzik az erdővel. Kicsit neki van dőlve az erdőnek, Pilis Szent Iván, a nagyszénásnak, és ugye 2016-ban sikerült egy háromoldalú megalapodást megkötnünk a Pilisi Parkerdővel, meg a Dunai-Pólyi Nemzeti Parkkal, és erre a háromoldalú megalapodásra mindig vissza lehet tekinteni, és ez mindig új löketet, mindig új impulzust ad a falunak, amilyen irányba tud fejlődni, és itt ebben a ezen a vonalon szeretném megemlíteni korunk legnagyobb kihívását, amire nekünk mindenféleképpen válaszolnunk kell, az a klímaváltozásnak a kihívása. Tehát mindenféleképpen nekünk az a feladatunk, hogy a fiatalok számára megfelelő módon tájékoztassuk őket, és mindenféleképpen felhívjuk a figyelmet, hogy a korunk legnagyobb kihívására nekik kell majd választ adni. Rövid kis monológomat egyik kedvenc filmemnek az idézetével zárnám le, hogy mikor megkérdezik tőlem, hogy miért is csinálom ezt a munkát. A Mennyei Királysága, ez a kedvenc filmem, és akkor ott felvetődik ez a kérdés, illetve ez a válasz, amit én szintén szoktam válaszolni, hogy férfia az, ki nem teszi jobbá a világot. És ezzel szeretném a kis monológomat zárni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Köszönjük szépen. Akkor először is arra kérem, hogy mutatkozzon be a nézőknek. Sok szeretettel köszöntöm a Pilis Televízió nézőit. Azt gondolom, hogy nagyon bemutatkoznom már nem kell, mert azért ismernek Szent Ivánon. 66. május 31-én születtem Budapesten. A férjemet a Szentendrei Ferences Gimnáziumban ismertem meg, úgyhogy 32 éve jóban-rosszban együtt vagyunk. 4 felnőtt gyermekünk van, és most már 4 unokánk, akikre nagyon büszkék vagyunk. 1987-ben a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szereztem diplomát, aztán fejlesztő differenciáló tanítói diplomát is szereztem, pedagógus szakvizsgáztam, és most tavaly közigazgatási szakvizsgát is tettem. 25 évig dolgoztam a közoktatásban, iskolában, 3 éve viszont pályát módosítottam, és így bekerültem Óbudára a hivatalba, és így az oktatási és kulturális osztályvezetőjeként dolgozom. Miért szeretne képviselő lenni? Én azt gondolom, hogy Szent Ivánon nagyon jó élni, nagyon jó hely, és azt szeretném, hogyha mindenki, aki Szent Ivánon lakik, a család apraja, nagyja, kicsik, nagyok, idősek, fiatalok, jól éreznék magukat. Igazából 2 nagy területre osztanám azt, hogy mit is szeretnék. Az egyik része az, hogy megtartani azt, ami jó, és támogatni. A másik része pedig nyilván az, hogy fejleszteni azt, amit én azt gondolom, hogy a 21. századi igényekhez kéne alakítani. Mi az, amit megtartanék, vagy támogatnék? Hát természetesen a nemzetiségi és a magyar kultúra ápolását, illetve átadását a jövő generáció számára, a természeti értékek megtartását, illetve a helytörténeti kincsek megőrzését, civil szervezetek támogatását, mert ugye ez a közösségépítésnek a legfontosabb pillére, és hát én nagyon szeretném, hogyha ez a falusias jelleg megmaradna Szent Ivánon, tehát nem szeretnék lakóparkokat, nem szeretném, hogyha kétszeresére duzzadna a népesség, tehát én szeretném megtartani ezen a szinten. Mik azok, amiket fejleszteni szeretnék, vagy javítani? Hát a legfontosabb az a közlekedés,
Tehát én azt gondolom, aki itt Szent Ivánon él, vagy a környéken, az mindenki tapasztalja. A Pilis Csaba fele a 10-es útról a kihajtás, ami már nagyon sokszor napirenden volt, de a mai napig nincs megoldva. Budapestre a bejutás gépkocsival reggelente az szinte lehetetlen. Én is ugye ingázom befele, tehát tapasztalom. Tehát mindenképpen a vasúti közlekedés fejlesztésére szükség van. Meg is van ugyan a két pálya. Voltak is arra ígéretek, hogy ilyen elővárosi vonalként, vagy pedig hévszerűen fog közlekedni. Tehát a menetrenden biztos, hogy változtatni kéne, mert sokszor nagyon tömöttek a vonatok. És hát nyilván a kerékpárutak fejlesztésére. Tehát jelenleg én azt gondolom, aki a 10-es úton kerékpárral közlekedik, de akár csak a itt települések között, az életveszélyben van. Tiszta, rendezett utcaképet szeretnék. Tehát én nagyon sok helyen azt látom, hogy a járda mellett, az úttest mellett felveri a gaz a települést. A járdák sok helyen tönkrementek, a viakolor közé ugyanúgy bele nőttek a gyomok, tehát ezt mindenképpen szeretném, hogyha rendezettebb lenne. A környezetvédelemre fordítanék nagy gondot, ezzel nyilván összefüggésben az alternatív energiaforrásoknak a minél inkább előtérbe helyezését és támogatását, a helyi vállalkozások támogatását, az ifjúság támogatását, tehát nálunk ugye az a helyzet, hogy mivel ez egy nemzetiségi falu, a gyerekek nagyon hamar megtanulnak németül, tehát annál könnyebben mennek külföldre. Én azt szeretném, hogyha ha el is mennek és szerencsét próbálnak, azért visszajönnének, mert csak azt gondolnák, hogy itt a legjobb. Nyilván a pályázatok kihasználása az rettentő fontos, mert a saját bevételeket ezzel lehet bővíteni. És hát én az orvosi rendelőnek a tetőterét is próbálnám hasznosítani, tehát esetleg feltérképezni, hogy milyen olyan szakellátás van, ami nem található meg a környéken, vagy csak nehézkesen is akkor azt ott lehetne tehát hasznosítani. Ehhez persze az kell, hogy a képviselőtestület egy konszenzusra jusson, legyen valamilyen koncepciója ezeknek a fejlesztéseknek a kialakítására. Mely területen szeretne dolgozni, és miben tudná segíteni a képviselőt a munkáját? A hivatásomból kiindulva nyilván oktatás, kultúra, ifjúság, turisztika területen, de azért a költségvetés sincs olyan távol tőlem, mert azért az irányításom alatt lévő intézményeknek a költségvetését jól ismerem, úgyhogy ennek ebbe is azért tudnék segíteni. És akkor még nagyon gyorsan, mit teszi alkalmas erre a munkára? Hát én azt gondolom, hogy az, hogy az önkormányzatiság mindkét oldalát jól ismerem. Tehát 8 évig én már voltam képviselő Pilisszentivánon, ugyanakkor most pedig hivatalban dolgozom, tehát ismerem a másik oldalát is, és azt gondolom, illetve még egy dolog, ami azt gondolom fontos, hogy egyedül indulok nőként a 15 képviselőjelöltből, és én azt gondolom, a nők egy kicsit máshogy látják a dolgokat, és talán erre is szükség lenne. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!